Köszöntöm Önöket, ez a DSTV kulturális magazinja, a ProArt. A Pentele Szakrális Szabad Egyetem szervezésében egy újabb foglalkozásra invitálták az érdeklődőket. Ezúttal a családállítás módszerét mutatta be Pász Zsuzsanna és Pász Péter kineziológusok a József Attila könyvtárban. Adod is, hogy mondta, van egy új szerelmünk a Hellinger-féle családállítás. Bert Hellinger, német terapeuta nevéhez fűződik a családállítás, amely egy olyan módszer, melynek célja, hogy megmutassa, milyen láthatatlan családi törvények vezérlik az embereket egy-egy problémás, kilátástalannak tűnő helyzetben. A technika segíthet a konfliktusok feloldásában és egy kiegyensúlyozott életvitel kialakításában is. Többek között erről beszélt Pász Péter és Pász Zsuzsanna, kineziológusok. Egy Bert Hellinger nevű úriember, a mai napig itt van közöttünk, 93 éves, és ő valamikor hajdanán a Zuluknál járt, egy évre ment ilyen hittérítői feladattal, aztán 16 év után tért haza. Ennél a természeti törzsnél figyelte meg, hogy milyen nagyon-nagyon alap törvények működnek a családban, illetve hogy ezek alapján, a törvények alapján milyen jól működik egy ilyen közösség. Hát aztán mindenféle egyéb módszert tanult, és végülis ebből gyúrta össze a saját módszerét, amit aztán Hellinger-féle családállításnak neveznek. És nagyon-nagyon hatékony, 15 éve találkoztunk vele mi először, úgyhogy szerelmesei lettünk, azt gondolom, és nem olyan régen mégis a végére jártunk annak, hogy terapeutaként is tudjunk ezzel dolgozni. És hát mivel nagyon sok kérdést kaptunk ezzel kapcsolatban, úgy döntöttünk, hogy a Szabad Egyetem keretében megoldjuk ezt, és megpróbálunk valamit ebből átadni, de nyilván nem egyszerű, sok-sok könyv a háta mögött ennek az előadásnak. Nagyon nehéz ennyi anyagból ilyen picit. Ahogy előbb mondta a kedvesem, vannak törvények a családon belül. Ezek a törvények azok, amik a Hellinger az Zuluknál és máshol megtapasztalt, megtanult, illetve később önmagát, a törvényeket is fejlesztve a rendszer kialakult. Én mindig azt mondja, hogy ez egy rugalmas, önmagát fejlesztő technika, és mindig fejlődik. Különböző módszerekkel lehet dolgozni. A lényeg, van egy morfogenetikus mező. Ebben a mezőben, aki bent áll, az érzékeli azt, ami ott a családon belül kialakul. És a törvényeknek a szabályait meg lehet nagyon jól érezni. Sok generáció mélységéből hozunk bevállalt dolgokat. Ha például valaha valaki a családból eltűnt, kitagadták, elhallgatták a nevét, mert rossz embernek ítélték, vagy bármi más csinált, akkor lesz olyan képviselő a családban, aki később be fogja vállalni ezt a történetet, és valamilyen módon megjeleníti, és nem tudja, miért van rosszul, miért depressziós, miért beteg, miért nincsen sikere a párkapcsolatokban, és ezekre a problémákra óriási ez a megoldási lehetőség. Kell hozzá egy saját elszántság, amikor valaki azt mondja, na most már kellően bök valami ahhoz, hogy szembe merjek vele nézni, vagy akarjak vele szembenézni. Hát, hogy mennyire népszerű, egyre népszerűbb, azt gondolom, egyre inkább bekerül a tudatba, a köztudatba, hogy van egy valamilyen olyan módszer, ami nem papír szerint akar megoldani valamit, hanem szinte a tudattalamból működik, hiszen pont az a lényeg, hogy egy csoportterápiába, egy elég zárt csoportban működünk, ugye összejön 5-6-8-10 ember, és akkor velük egy elköteleződés történik, egy szövetséget kötünk, ha úgy tetszik, és valakinek, aki éppen hozza a kis életéből a problémáját, akkor vele szövetkezünk arra, hogy neki tudjunk segíteni. És megdöbbentő egyébként, hogy milyen mértékben hozzuk annak a valakinek, akinek a szerepét felvesszük mondjuk az állításon belül, hogy milyen mértékben hozzuk az ő jegyeit. Előfordul nagyon sokszor mondjuk, hogy valami sérült ember kerül ugye megjelenítésre, és nekem például az én egyik ilyen első állítási tapasztalásom az volt, hogy beálltam valakinek a nagymamája
kint a mezőbe, vagy ebbe a körbe, amin belül dolgozunk. És mondtam, hogy azonnal kérek valami széket, mert nem tudok állni. És a kis hölgy így mondta, hogy úristen, hát a mamámnak levágták a lábát. Tehát ez egy olyan erőteljes tapasztalás volt, hogy nem, tehát senki nem kérdőjelezte meg, és ugye én magam nem is tudtam, nem is ismertem a hölgyet, soha nem is láttam, tehát semmi ilyen információnk nem volt, és mégis átjött ez a fajta információ a mezőn keresztül. És hát igen, ez a csodája ennek a módszernek, hogy így működik. És nyilván, ami a mezőn belül történik, az arra a szövetkezett pár emberre vonatkozik, nem jó ebből kifele mesélni, és nem is lehet, hiszen pont arról szól az egész, hogy ne elméből, hanem az érzések szintjén tudjunk dolgozni ezzel a módszerrel. Tehát nem lehet elmesélni, hogy azt ki hogy gondolja, hiszen mindenki, aki kívülről lát valamit, az lát valamit, és az elmén keresztül akarná lefordítani, az már hamis. Az az igaz, amit ő ott bent a mezőben megélt. És igen, azt gondolom rendkívül hatékony. A két részes előadás folytatása május 16-án lesz, amikor az érdeklődők még többet megtudhatnak majd a családállítás módszeréről. Polgári párbeszéd és előadás Európa jövőjéről címmel tartott előadást Zubko Gábor, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének vezetője a Dunaújvárosi Egyetemen. Az esemény az uniós tagság 15. évfordulójának apropóján jött létre. 2003. április 12-én tartottak népszavazást Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozásáról. Ekkor az érvényesen szavazó választópolgárok 83,76%-a támogatta a belépést. A csatlakozásra 2004. május 1-én került sor. Többek között erről beszélt Zubko Gábor, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének vezetője kedden a Dunaújvárosi Egyetemen. Az Európai Bizottságot képviselem, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kihívás és egyben feladat számunkra, hogy úgymond Európát közelebb hozzuk a polgárokhoz. Sokat beszélünk arról, hogy milyen kihívások vannak Európa előtt. Egyébként az európai polgárok közvéleménykutatások alapján ki is fejezik, hogy mit tartanak a legfontosabb kihívásoknak. Legyen az a migráció megelőzése, a belső biztonságnak a javítása, a klímaváltozás megakadályozása, mint kiemelt feladatok, amiről nagyon jól tudjuk, hogy kontinens méretű fellépéssel lehet csak választ találni rá, tehát egy-egy kis vagy közepesebb ország nem talál megoldást erre, a közös fellépés viszont lehet hatékony, tehát megvannak az elvárások, van lehetőségünk választani is, tehát részletünk az európai parlamenti választani, de sokszor távolinak érzik a polgárok az európai intézményeket, úgymond Brüsszelt. Ezért aztán fontos feladatunk mindenkinek, európai tisztviselőknek, parlamenti képviselőknek és másoknak, hogy élőbbé tegyük az európai intézményeket, közelebb hozzuk Európát. Ahogy szoktuk mondani, Európa, vagy az Európai Unió nem Brüsszelben van, hanem mindenütt, itt Dunaújvárosban is, és így természetesen Magyarország sem csak Budapesten van, hanem itt Dunaújvárosban is. Ezért én magam is járom az országot, találkozom egyetemi hallgatókkal, középiskolásokkal, nyugdíjas klubokkal, vállalkozói klubokkal, hogy beszéljek az Európa előtt álló kihívásokról, meghallgassam a véleményüket, és élőbbé tegyem Európát, válaszoljak a kérdésekre. Ezért érkeztem ma ide Dunaújvárosba is, találkozom az egyetem vezetőivel, és találkozom a város képviselőivel, beszélgetek egyetemistákkal, beszélek az Európai Unió jövőjéről, válaszolok a kérdésekre, hogy kicsit megfoghatóbbá váljon az, hogy mi az, hogy Európai Bizottság, mi az, hogy Európai Unió, mik azok az európai intézmények. Bár önök jól tudják, hogy az európai jogszabályokat, költségvetést, stratégiai döntéseket a megválasztott képviselőink hozzák, hiszen a parlamentben ott vannak az általunk megválasztott európai parlamenti képviselők, akik együtt döntenek a legfontosabb kérdésbe a kormányok képviselőiből álló tanáccsal, tehát ezeknek megvan a demokratikus legitimáció, mégis kicsit távolnak érezzük ezeket a egyébként demokratikusan működő intézményeket. Tehát a cél az, hogy a magyar polgárok, a dunaújvárosi polgárok, a dunaújvárosi egyetemisták is úgy érezhessék, hogy
ők valóban európai polgárok, és nem csak passzív módon, aktívan is tudják befolyásolni ezeket a kérdéseket, el tudják mondani a véleményüket, és természetesen aktualitása van annak is, hogy egyúttal biztassam őket, hogy szavazatukkal is tudják befolyásolni Európa jövőjét, hiszen nem sokára itt lesznek az európai parlamenti választások, és azon való részvétele is természetesen biztatni fogom őket. A tájékoztatót követően Zubko Gábor egy előadást is tartott az érdeklődőknek. Generációk a vasműben. Az IST Dunafer ZRT Dunaújváros egyik legnagyobb munkáltatója, így gyakran előfordul, hogy családtagok dolgoznak együtt. Danci Gábor több évtizede, fia pedig egy évvel ezelőtt kezdte meg a munkát a vasműben. A kisebb gyerek. Ő focista. A Danci család életében jelentős szerepet tölt be a vasmű. Nem csak Danci Gábor édesapja dolgozott itt, hanem ő és még fia is. A nagypapa több mint 30 évet töltött a Dunafernél. Hát a papa 30 évet dolgozott a vasműben, először a lakatos üzembe kezdett, lakatosként dolgozott, aztán volt lehetőség, átment a szállítóműhöz, és akkor mozdonyvezetőként ment el nyugdíjba végül is. Leginkább mozdonyvezető volt benne a vasműben. Danci Gábor már a középiskolai tanulmányait követően a vasműhöz került, és azóta is itt dolgozik, jelenleg a nagyolvasztómű villamos üzemében. Én az iskola után rögtön a vasműbe kezdtem, oda jártunk nyári gyakorlatra is, úgyhogy ismerős volt a hely. Én a darú villamos ügyeleten kezdtem még valamikor 90-ben, úgyhogy elég régen. Aztán utána a Kohó átvette a saját darúit, és akkor a embereket is vett át, úgyhogy 94-ben, 95-ben valami ilyesmi, akkor mentünk át a Kohóhoz, és azóta ott vagyok. Ilyenkor Kohó tömörítő villamos ügyelet, ugye? Úgyhogy általában ilyenkor a műszak elején átveszünk, megnézzük, hogy mi történt előző műszakban, mi az, amit esetleg meg kell csinálnunk, van-e kiadott feladat, vagy valami ilyesmi. Aztán, hogyha ez mindegyik megvan, akkor a telefonhívások alapján megyünk ide-oda, attól függően, hogy hol van éppen üzemzavar, vagy probléma. Danci Gábor fia szintén Dunaferres munkavállaló. Egy évvel ezelőtt kezdett el dolgozni a Kohó gépműhelyben lakatosként. Karosszérlakatos az eredeti szakmám. A hangokba dolgoztam előtte, utána mentem át a vasműbe. Bemegyünk, megnézzük, van-e megmaradt munka, hogyha van, akkor azt elvégezzük, utána várjuk mi is a telefonhívásokat, a kiadott munkákat elvégezzük, hogyha van. Apa és fia folyamatos műszakban dolgoznak a nagyolvasztómű különböző területein. Azonban nem egyszerre kezdik a munkát, mindig váltják egymást. Ugye a háromféle munkarendben dolgoznak a vasműben. Ugye vannak a folyamatos délelőttösök, akik a 6-tól 2-ig dolgoznak, illetve a szállítóműnél 12-24-ben, ők reggel 6-tól este 6-ig, illetve este 6-tól reggel 6-ig. De ott mindig úgy van, hogy ugye egy műszak van, utána egy kicsi pihenő, még egy műszak, még egy pihenő. Most ez a folyamatos műszak ugye arról szól, hogy 4 délelőtt 2 nap szóval, 4 délután 2 nap szóval, illetve 4 nap éjszaka, mert egy délelőtt után az jön. És ugye tehát ilyen 4 napos turnusok vannak, és a 4 éjszaka hosszú, tehát a sok egymás után. Az eltérő műszakok ellenére sok időt töltenek együtt. Ilyenkor azonban nem mindig a pihenésre fókuszálnak, hanem a ház körüli munkákban is segítik egymást. Elég sűrűn még így is, hogy nem egy műszakon vagyunk, mert ugye én a 4-es műszakon vagyok, a Gábor a 2-es műszakon, de azért össze lehet egyeztetni, elég sokat össze tudunk találkozni, meg hát ez mellett mi dolgozni szoktunk együtt. Többnyire inkább dolgozni. Azonban, ha pihenésről van szó, akkor a családé, és főleg ifjabb Danci Gábor két kislányáé a főszerep. Meg a hornlátyka tűnik, meg úgy látom a távirányító nálukon. Persze, mesét kellett nézni. Jó, Hanna. A gyerekek rengeteg időt töltenek a nagyszülőknél, akik mindent megtesznek azért, hogy az unokák jól érezzék magukat. Hát az unokák nagyon szeretik a nagymamát, ugye a feleségem óvónő, úgyhogy nagyon ért is a gyerekekhez, hogy amikor tehetik, akkor feljönnek, és akkor itt, illetve hát mondjuk a mama annyit nem szaladgál lefelé, de a gyerekek sűrűn vannak itt fönn. Ők sűrűbben jönnek. Mamának kicsit nyugodtabb a munkaidőbeosztása, ugye többnyire esténként itthon van már, hát nálunk ez ugye ez nem igaz. Változó. Mivel a gyárban nagyon ritkán találkoznak, így nincs különösebb hatása rájuk a közös munkája. Azonban szabad idejükben, a beszélgetéseik során többször szóba kerül a gyár, ekkor megosztják egymással a tapasztalataikat. A vasmű területén tényes való, hogy együtt dolgozunk, tehát ő is vasmű, én is vasmű megyünk, de amúgy ő tömörítőben van, én meg teljesen máshol. Úgy egy helyen vagyunk, mert ők is járnak a Kohóra, mi is járunk a tömörítőbe, de ég és föld a kettő. Igazából úgy mondom, hogy hatása nincsen szerintem ránk. Nem, meg hát másik műszakon vagyunk, csak a váltáskor találkozunk, különben nem, oda benne.
Danci Gábor legfiatalabb gyermeke Bence még középiskolai tanulmányait folytatja, bár szakmaválasztását tekintve még az is elképzelhető, hogy ő is a Dunaferben kamatoztatja majd a tudását. A következő percekben az Ormos Intézet megbízásából készült összeállítást láthatják, melynek témája a szívbetegség és a szívritmus zavar. Köszöntöm Önöket! A szívünk egy ritmusra dobban, vagy félreüt a szív, úgy hangzik, mint a 90-es évekből egy nyári sláger, vagy egy lánymagazinnak a címlapja. Stúdiónk vendége dr. Szegő Péter, az Ormos Intézet orvosigazgatója, aki arról számol be nekünk, hogy bizony nem annyira vicces, hogyha félreüt a szív, hogy erről kedves nyári dalocskákat írogassunk. De viccesnek nem vicces, nyilván azért vannak fokozatai ennek a dolognak, ebből talán a legenyhébb fokozat az, amikor jellegzetes életszituációt szeretnék bemutatni, akkor azt kell elképzelni, hogy az illető egy átdolgozott nap után hazaér, szeretne pihenni, szeretne inkább befele fordulni, befele figyelni most már egy kicsit inkább, és akkor elkezdi érezni azt, hogy a szíve az mondjuk néha kihagy, aztán utána egy nagyobbat dobban, és akkor ez megy mondjuk alvásig, és alvás előtt még ezt érzi. Ezen nagyon szoktak aggodalmaskodni a betegek, ez általában egy ártalmatlan jelenség. Itt nagyjából arról van szó, hogy egy soron kívüli ütést követően egy viszonylag nagy szünet után jön a következő dobbanás, amit nagyobbnak él meg. Hogyha ebből nincsen nagyon sok, amit mondjuk el lehet dönteni egy 24 órás EKG vizsgálattal, akkor nem feltétlen kell vele olyan nagyon foglalkozni, vagyis egy minimális gyógyszereléssel ezt a dolgot ezt helyre lehet nagyjából rakni. A probléma ott kezdődik, amikor ezek az ütések ezek sokasodnak, tehát tényleg viszonylag sok lesz belőlük, illetve hogyha elkezd össze-vissza verni a szív, vagy nagyon gyorsan menni a szív, és ez különféle egyéb panaszokat okoz. Tehát, hogyha akkor önmagában elkezd nagyon gyorsan verni a szív, ami semmiféle kiváltó ok nincs, akkor aggódni kell? Hát, hogyha az illető azt érzi, hogy egy nagy dobbanás követően beindul egy futam, vagy szépen lassan bemelegszik egy gyors futam, és az zajlik egy darabig, illetve hogyha azt érezzük mondjuk a pulzusunkat tapintva, akár a csuklón, akár a nyakon, hogy az egyes dobbanások szabálytalan időközönként követik egymást, és nem minden pulzus hullám ugyanolyan, akkor elkezdhetünk igazándiból aggódni, mert ennek a hátterében valami olyan ritmuszavar lehetséges, amivel foglalkozni kell, mert vagy olyan keringési viszonyokat teremt, vagy olyan szövődményei tudnak lenni, amik azért már nem viccesek. Most ezt nagyon nehéz házilag megállapítani. Az előbb mondta azt a példát, hogy ha hazaérünk, akkor egyszer csak azt tapasztaljuk nyugvó állapotban, hogy másként ver a szívünk, illetve van az, amikor már krónikus a probléma, és valóban orvoshoz kell fordulni. Hogy dönthetjük ezt el? Hát, hogyha otthon akarunk ezzel foglalkozni, akkor tényleg vagy az van, hogy önmagunknak tapintsuk a pulzus számot, leszámoljuk, hogy egy perc alatt mennyit ver a szív, megnézzük azt, hogy az egyes ütések azok hogy követik egymást, ugyanakkor a idő telik el egy ütéssor között, vagy nem, ugyanakkor a pulzus hullámot tapintunk, vagy nem. Ezek fontos dolog, de van pár olyan eszköz, ami még segítségünkre van ebben a dologban. Teszem azt például a vérnyomás mérő, amikben általában van aritmia szenzor. Tehát, hogyha az jelez, hogy valami gond van, akkor gond van, és akkor azt tovább kell vizsgálni egy kicsit akkurátusabb eszközökkel is. Ez a kardiológiákon általában rendelkezésre áll. Általában két ilyen eszközt szoktunk ajánlani, az egyik az a Holter monitor, Holter vizsgálat. Ez 24 órán keresztül, vagy még tovább fönt lehet a betegen, és ezen szépen látszik az folyamatosan, hogy van-e akkor ritmuszavar, amikor érzi, illetve a nap többi szakaszában, hogy ver a szíve. A másik lehetőség, hogyha valakinek ez ritkábban fordul elő, hogy a kezébe adunk egy olyan kis kártyát, amit saját magának otthon egy-egy csatornás, egy elvezéteses EKG-ként tud alkalmazni, és aztán azt kiolvasva, az csak a panaszos periódust rögzíti, azt áttekintve lehet látni azt, hogy tényleg volt a ritmuszavara akkor, amikor ő érezte ezt a dolgot, vagy nem. Ez a kétfajta vizsgálati módszer, ezek egymás mellett élnek meg, vagy kiválthatják egymást? Gondolok itt arra, hogy azért egy ilyen 24 órás vizsgálat kellemetlenségekkel jár, nyakba kell hordani egy ilyen kis tartót, ugye, jól tudom, meg ilyen tappancsok vannak az ember testén. Tehát ez nem a legkényelmesebb, nekem biztos, hogy félreütne tőle a szívem, hogy csak attól, hogy hordom. De ez a kis kártyás eszköz, ez egy kicsit azért diszkrétebb és kényelmesebb. Hát diszkrétebb, viszont kevésbé informatív, tehát hogyha valakinek tényleg az a kérdés, hogy ritmuszavara van-e, ez milyen jellegű, mennyire súlyos és hányszor fordul elő egy nap folyamán, akkor a 24 órás EKG az nem nélkülözhető. Ez a kis eszköz az akkor jó, amikor az illető tényleg mondjuk hetente egyszer érzi azt, hogy baj van. Na most hát ilyen gyakoriságra nem tudok fölrakni holtert, az nagyon-nagyon sokszor negatív végeredménnyel zárul, holott a páciensnek igazándiból panasza van. De ezeknél a ritmuszavaroknál, amik igazán ijesztőek szoktak tudni lenni, az, hogyha az illetőnek mondjuk eszméletvesztése van a ritmuszavar mellett. Vagy teszem azt, a szíve eleve mondjuk
Hát nincs a helyzet magaslatán, mondjuk idősebb és eleve mondjuk egy kompenzáció határán billegő szívelégtelen, akkor azt egy friss pitvarfibrillációs epizód, az dekompenzáltá tud tenni, és akkor ugrásszerűen romlik a teljesítménye, ugrásszerűen elkezd fulladni, elkezd duzzadni a lába, tehát ott olyan panaszok és tünetek jelennek meg még a ritmuszavar mellett, amik már elég ijesztőek ahhoz, hogy a páciens is általában nem veszi félváról olyankor már a saját ritmuszavarát. Hát hogyha már azt érezzük, hogy ezek gyakori epizódok az életünkben, hogy össze-vissza ver a szívünk, akkor ez érdemes egy kivizsgálásra elmenni. Mindenképpen, tehát hogyha valakinek valami ritmuszavarra gyanúja van otthon, akkor azt érdemes megvizsgálni, hogy akkor ezzel tényleg foglalkozni kell, vagy meg lehet nyugodni, mert igazándiból egy ártalmatlan jelenség. Nem az internetre kell fölmenni, hogy meg fogok-e halni holnap, hanem az orvoshoz. Nem, így van. Köszönöm szépen. ProArt című magazinunkat látták, a DSTV munkatársai nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Anyagainkat visszanézhetik a dstv.hu honlapon, illetve YouTube csatornánkon. Kövessenek bennünket Facebookon és Instagramon is. Egy hét múlva újabb adással várjuk Önöket. Viszontlátásra! Iratkozz fel YouTube csatornánkra, hogy ne maradj le a legfrissebb anyagainkról!